tovább vizsgáljuk a felházat, és megnézzük, hogy hogyan hasonlítható össze az ő nézetük és az írás, ami Elohim, az egyetlen teremtője, a Hua akarata. Nézzük, mi az, amit még megtudunk erről az egész mozgalomról, és mi az, amit ki tudunk deríteni róla. Nagyon fontos nekünk, és nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy tényleg mindenki úgy találkozon itt Isten, ahogy akar tehát nem szeretnénk semmelyik uh, gyülekezetnek, egyháznak uh, a, sémáit felvenni, hanem, hanem abban bízunk, hogy, hogy Isten mindenkihez a saját nyelvén szól, és ennek próbálunk a lehető legnagyobb szabadságot adni. Az embereknek nem szabad teret adni arra, hogy ők azt csinálják, amit akarnak, hiszen amennyiben mi elkezdjük azt csinálni, amit akarunk, akkor az mindig, minden esetben rossz vége lesz. És bár ezzel sokan nem fognak egyetérteni, Igazából teljesen mindegy, hogy kiért vele egyet, vagy ki nem. A lényeg az, hogy ez az, amit a mindenható mond. Egy Mózes beresít, nyolcos fejezet, és megérezi, Yahua a kedves illatot és azt a Yahua az ő szívében. Nem átkozom meg többé a földet az emberért, mert az ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva, és többé nem vesztem el mind az élő állatot, mint cselekedtem. Az ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva. Az embereknek egy vezetésre, vezetőre van szükségük, az pedig a husáha másják, a parancsolat, a lámpás, és a törvény, a tudomány, ez az, ami megvilágítja az utunkat, Az embereket nem lehet szabadjára engedni, hogy azt csinálják, amit akarnak, hiszen elmondta, hogy az ember szívének gondolatja gonosz a gyermekkorától fogva. Az embereknek irányítás kell, tora, instrukció kell, ötmózes, dabarim, 30-as fejezetben így ír erről, mert e parancsolat a tara, melyet én e mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted, sem távol nincs tőled. Hiszen mindenkinek ott van a lakásában. A szobájában, a könyvtárban, a hotelszobában, az iskolában, mindenhol van a teremtő szava, amit idézőjelben Bibliának hívunk. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád, kicsoda hág felérettük a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Nem kell fel, felutazni a mennybe, érte? Sem a tengeren túl nincsen, hogy azt mondanád, kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Mindenki tudja legbelül, hogy mi ez. Miért? Sőt, felette közel van hozzád ez ige, a szava. A te szádban és a szívedben van, hogy teljesítsed azt. Lám előtt beadtam ma néked az életet és a jót, halált és a gonoszt. Két út van az ember előtt: vagy csinálja, a Tora útján jár az ember, vagy pedig az ellenség útján, a világ útján jár. Ha szabadjára engedjük az embereket, mindenki a világ felé fog elő vagy utóbb terelődni, hiszen az egyszerűbb, az kellemesebb. Ott mindenki szeret, ott mindenki elfogadott, mindent lehet két út van, a halál és a gonosz. Mikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed a huát, a parancsolat egyenlő azzal, hogy szeretjük őt. Így szeretjük őt, ahogy ő mondta, nem ahogy mi gondoljuk. A te hatalmasságod, hogy járj az ő útján, hogy tartsd meg az ő parancsolatait, rendeléseit, végzését, hogy éj, és megáldjon téged, Jahua, a te hatalmasságod a földön, amelyre bemégy, hogy bírjad azt. Ha valaki azt mondja, hogy szereti őt, Jahua a teremtő szerint a szeretet az ő parancsolatai, az ő útja pedig az, hogy tartsd meg a parancsolatait, rendeléseit, végzéseit. Így tudjuk kimutatni, hogy szeretjük, nem a saját módunkon, vagy azzal, hogy azt csináljuk, amit akarunk. Aki esetleg azt gondolná, hogy ezekről már nincs szó, ezeket nekünk nem kell csinálni, eltörölt a megváltó, stb. stb. Ahogyan azt a legtöbb felekezet, amit említett gondol, Mati, ahol Máti ötös fejezetben egyértelművé teszi a húsák, a a megváltó. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek, vagy a profitáknak eltörlésére. Pont. Ezt még hogy lehet egyértelműbben megmondani? Még egyszer megismétni. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Nem azért jött, hogy eltörölje. Nem azért jött, hogy megváltoztassa azt, amit az atya elindított. Azért jött, hogy megmutassa nekünk, hogy hogyan kell azt csinálni hogy teljes mértékig értsük azt, hogy hogyan kell úgy élni. Hogy megmutassa, hogyan, hogy betöltse azt, hogy, hogy maximális mértékben hogyan él az, aki úgy él. Hogyan kellene nekünk élnünk, hogy betöltsük azt a funkciót, amit meghatározott az atya. Nem az, hogy ő betölti, aztán onnantól kezdve meg szabad rablás van. És utána meg, megerősíti, mert bizony mondom néktek, míg az ég és föld elmúlik, az ég és föld még mindig megvan. A törvényből egy jóta, egyetlen pontoska el nem múlik, míg minden be nem teljesedik. Soha nem fog megváltozni. A királyságban ugyanúgy lesz, mint ahogy az atya királyságában lesz törvény. Csak az jut el, aki úgy él, amíg minden be nem teljesedik, míg minden nem teljesedett be továbbá valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen, valaki pedig cselekszi, és úgy tanít az a mennyeknek országában nagy lészen. Nem lehet megkerülni. Mindenki az elejétől a végéig azt mondja, ha ezen az úton jársz, élni fogsz, ha nem, akkor viszontlátásra nem tudunk a saját fejünk után menni Jeremiahu Jeremiás 17-es fejezetben. Ismét megerősíti azt, amit a kezdetekkor mondott teremtő Noa idejében. 9-es csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt. Család a szív, és gonosz. Az ember nem követheti a szívét mit gondoltok, miért hirdeti azt a világ, hogy hallgass a szívedre, menj a szíved után, kövesd a szívedet, kövesd az érzéseidet. Az ellenség pontosan tudja azt, hogy amennyiben ezt teszi az ember, akkor rossz útra fog térni. Nem engedhetjük az embereknek, hogy menjenek, ahogy akarnak. Irányítás kell neki, az pedig a mindenható parancsolatai, a torra, az ő instrukciói. Ez az, ami az élethez vezet annak következményei vannak, ha valaki a szívét követi, és a következő versben leírja, én ja huva vagyok az, aki a szívet fürkészem és a veséket vizsgálom. Ő az, aki tudja, hogy mi van abban. Hogy megfizesse kinek, kinek az ő utai szerint. Az, aki a saját módján szolgálta őket, a végén majd ezért fog felelni. Az ő úta szerint fog megfizetni. És cselekedeteinek gyümölcse szerint. Az, hogy ahogyan élt, annak mi az eredmény. Mindenkinek a végén felelnie kell az úta miatt. Aki a torát követi, az nem járhat rossz úton. Az a végén egyszerűen csak azt mondja, hogy én ezt csináltam, ez volt leírva, ennyit tudtam kihozni belőle. Az összes többi, majd megpróbálja elmagyarázni azt, hogy miért nem azt csinálta is a saját feje után ment. Máté 7 fejezet lesz az utolsó, amit ezúttal felolvasok, így szól. Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. Azaz úgy viselkedjük az emberekkel, ahogyan azt szeretnénk, hogy ők velünk viselkedjenek. Ez az, amit a világ hirdet. Mert ez a törvény és a proféták. A törvény, a tora és a proféciák, amiket olvashatunk a Tanakban, az úgynevezett Ószövetségben, akit már mindenki el akar dobni, az erről szól. Ezt jelentik a parancsolatok és a tora, az instrukciók. Amennyiben az szerint élünk, úgy cselekszünk az emberekkel jót. Úgy szeretjük őket, úgy szeretjük a mindenhatót. Erről beszél itt. Visszautal arra, amit az emberek elfelejtenek. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, széles az az út, mely a veszedelemre visz. És sokan vannak, akik azon járnak. Mind azok, akik a saját fejük után mennek, akik úgy szolgálják a hogy ahogy ők akarják, akik mindenféle tanításokat összeszednek innen-onnan, azok mind a széles úton járnak. Ezért mondja, hogy széles az a kapu, illetve ez az út és tágas a kapu. Hiszen egyszerű bemenni buddhista, keresztény, református, katolikus, spirituális, ateista, eh, tudományhívő, univerzumhívő, New Age, mind-mind a tágas kapun fognak bemenni a végén. A világ útja az, ami oda vezet. A saját fejünk után való járás az, ami oda vezet. 14-es, mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Mert a tora az út. Ja, husa, ha másják a megváltó eljött, hogy megmutassa az utat, én vagyok az út, az élet, az igazság. Hiszen a tora, ő volt a megtestesült szó, amennyiben úgy élünk, akkor jutunk el oda. Őrizkedjetek pedig a hamis profétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok, akik azt mondják, hogy mindent lehető szeret, és a végén el fog fogadni. Ezekről beszél. Nem azokról, akik a katolikus vagy a keresztény dogmákkal ellent mondanak, hanem azokról, akik nem a TORÁT, az instrukciókat hirdetik, és a megváltóba vetett hitet. Azok mind hamis proféták. Ő rájuk figyelmeztet. A világ útja nem vezet az élethez. Nem szeretném, hogy úgy hangozzon ez az egész, hogy én utálom ezeket az embereket, vagy megvetem, vagy lenézem, vagy bármi. Remélem, hogy amennyiben látják ezt, mindenki, aki látja, elgondolkozik rajta, elolvassa a verseket, kéri a teremtő segítségét, hogy megértse azokat, megértse a saját útját, és az alapján hoz egy döntést. Mindannyian egyszer egy ponton bűnösök voltunk, és vagyunk, és mindannyian tévúton jártunk, és járunk hiszen az ellenség nem kímél senkit. A lényeg az, hogy amennyiben az igazságot keressük, az a mindenható írásaiban van. Az ő szava az igazság. Ha őt kérjük, hogy segítsen, segíteni fog. És ez igaz ugyanúgy rám, ahogy a mindenki másra, aki ezt hallgatja. Ezen dolgozom én nap, mint nap, ezen dolgozik remélhetőleg mindenki nap, mint nap. De ha nem, akkor ideje elkezdeni, mert az idő fogy. És a felház, és a hasonló gyülekezetek a bizonyíték arra, hogy az idő fogy, és az ellenség egy tető alá hozza az egész emberiséget. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!